Kedves gyerekek, nem tudom, ti hogy vagytok, de én nagyon sokszor elképzelem, hogy milyen is lehetett az élet ott abban a názáreti csendes kis házban. Tudom én, ugye akkor nem mentek el shoppingolni az üzletbe, hanem a Mária azt mondja, na, kisfiam, nézd, szőttem egy kis anyagot, vartam belőle egy kis tunikát, gyere, próbáljuk fel. És képzeljük, hogy kísérlő kinyújtsa a kezét, anyukája rárakja, aztán hát itt egy kicsit be kell venni, ott egy kicsit fel kell tűrni. Hát szépen, na, milyen jól áll neked. És akkor Jézus átöleli anyukájának a nyakát, puszi, puszi. Öröm van bennük. Vagy ugye el tudom képzelni, hogy Mária reggel felmegy oda a kis Jézus ágyához, lehajul, ad egy puszit a homlokára, ébresztő, hétalvó. És akkor Jézus átöleli az anyukája nyakát, nagy puszi. Igen, azt gondolom, nagyon szép lehetett az Isten és az ember szeretetteljes együtt léte názáreti kis házba. József is ott volt, Szent Anna, Joákim, egy igazi hangulatos, örömteli együttlét. Nincs ott televízió, nincs ott internet. Énekelnek esténként együtt. Készítik a vacsorát, örömteli együttlét. Lelkünk mélyén, azt gondolom, mindannyian arra vágyunk, hogy valahogy jó Istennel ilyen szoros, személyes, örömteli kapcsolatban legyünk. És erre van lehetőség? Igen. Jézus Krisztus, ugye, amikor ott az édesanyja meglátogatja, kérdezi, hogy ki az én anyám, és kik az én rokonaim. És akkor ő maga válaszol, hogy aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind az én testvérem, nővérem, öcsém, húgom, anyám. Igen. Tehát, hogyha én teljesítem mennyei atyám akaratát. Jézus ugye gyakran mondja, hogy az én eledelem az, hogy a mennyei atyám akaratát teljesítsem. Igen. Tehát ugye az a megtévesztő, sokan azt mondják, elég, ha szeretjük a jó Istent. Jézus ezt úgy mondja, aki szeret engem, és megtartsa parancsaimat, azt atyám is szereti, hozzamegyünk, és benne fogunk lakni. Igen. Tehát megtartani Isten parancsait, a szeretet parancsát, a 10 parancsolatot, tehát nem egy olyan ördöngösen nehéz dolog ez. Kérdezték tőlem, hogy hát én mit kérek szülinapi ajándékomul. És én azt mondtam, hogy igazából én azt kérném, hogy mindig lássam, értsem, érezzem, mi az Isten akarata, és azt maradéktalanul tudjam teljesíteni. Ennyit kérek én a jó Istentől, mert a többi az mind ezzel együtt jár. És azt gondolom, az lenne jó, hogyha mindannyiunkban meg felfakadna ez a vágy, hogy Uram, szóljon, szólj, mert hallgatlak, és megteszem, amit akarsz. És ez nem csak a felnőtteknek szól. Sámuel próféta kisfiú volt, 5-6-7 éves gyerek, amikor ott volt ugye Héli főpapnak az udvarába, és éjjel hallotta, hogy valaki szólítsa őt. És kis naívul felkelt, és odament Héli főpapos, mondta, hívtál, ja, én nem hívtalak, megy biztos aludjál. Másodszor is jött. És akkor azt mondta Héli főpap, ha még valaki szólít, akkor szépen az ágyacskádba térjél fel, és mondja, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. És valóban így csinált Sámuel. És egész kiskorától az Isten őt vezette. És így lett hát a legnagyobb prófétája Izraelnek. Ő kente fel Dávidot, királynak. Ő indította el Izrael szervezését, országát. Istenre figyel, Isten akaratát követve. Igen. Tehát nem kell felnőjél, nem az van, hogy
18 éves korodig nem nincs szabad jogot választani, nincs jogot, mit tudom én, pénzügyi dolgokat a bankba csinálni, nincs jogod Istennel beszélgetni. Nem így van. Jó Isten nagyon sok kis gyermeket megszólít. Ugye Szent Konrád, Altötting nagy apostola vagy szentje, amúgy azt mondják, Altötting az Németországnak a csíksomlyója. Tehát egy nagyon szép búcsújáró hely, ahol van Mária szobor, meg minden. És ugye Szent Konrád is gyerek fejjel már járt oda. És hát nem csak oda ment imádkozni, hanem ugye messze lakott az iskolától több órára, és útközben mondta a rózsafűzért. De az a szép, hogy a társai elmondták, hogy hát őket is rávette. Tehát nem ő társai vették rá őt a hülyéskedésre, azt gyertek, elmondunk útközben egy tized rózsafűzért. És mentek, és hosszú kilométeren keresztül tudtak együtt imádkozni. Tehát gyerekként, és egész fiatalon elment, és jelentkezett, hogy szerzetes akar lenni, és mondták, hát tanuljál, még ráérsz, ne kapkodjuk el. 30 éves koráig nem fogadták be. Akkoriban nagyon sokan voltak, hát itt is, ha minden cella tele lenne szerzetessel, akkor azt mondanák, hogy most van elég. 1800-as évek elején született, és 30 éves korában belépett a rendbe. És kapun tovább nem is jutott. Kapus testvér lett. Tudjátok, abban az időben nem volt öreg otthon, nem volt, mit tudom én, nyugdíj, meg betegbiztosítás, tehát ott mindenki maga kis, hát erejéből élt. És ha bajba volt, hát akkor nem voltak különféle ilyen intézmények, ott volt a kolostor, zörgettek a kapun, és drága jó Konrád testvér, meghallgatta a panaszokat, orvosoltak. És olyan döbbenetes az ő élete, mert reggel 5 órakor már ott volt a misén. Minden egyes nap, 40 éven keresztül. Nem hiányzott egyszer sem. Azért olyan korán, mert utána ott a kapuval kellett legyen, fogadta a vendégeket, beszélgetett velük, tanácsot adott, volt akinek kenyeret, volt akinek kalácsot, volt akinek tanácsot, de valamit mindenkinek adott. És akkor aztán ugye ebéd, szület, és délután ugyanezt csinálta. És este, mikor bezárták a templomot, hát ugye volt egy lépcső alatt egy kis ilyen fülke, és azon volt egy kis klik, és szépen kukucskált előre az oltári szentségre. És aztán aludt, és kezdődött előről. 40 éven keresztül. És hát ugye nem volt ő szabadságon, ő nem volt sehol, és utolsó 3 nap ágynak esett, és 3 nap múlva meghalt. De őt életében is olyan kiegyensúlyozott, nyugodt, örömteli, békés embernek ismerték, hogy mindenki őt boldognak tartott, és halál után szépen szentté avatták. És az ő imádsága jó voltából megépítették ott Altötingbe Németország legnagyobb templomát, amit a 20. században építettek. Rengeteg templomot építettek Németországba is, de ez a legnagyobb, legszebb. Tényleg rendben van rakva, utolsó oltár, mindegyik nagyon-nagyon szép és rendezett. Öröm ma is oda bemenni. Igen, miért? Tőle ezt kérte a Jóisten. A templom előtt a kis virágtól mit kér a Jóisten? Hát, hogy bontsa ki a szirmait. Tőle azt kéri. Hát ugye, Konrád testvér példájára nagyon sokan lettek ferences laikus testvérek Erdélybe. Istennek nagy kegyelmének tekintem, hogy sokat ismertem közülük. Ugye ott volt például a Szabin testvér, ők
kertész volt. Lent Esztelneken több éven keresztül is én is laktam ott is, megismertem minden. Hát olyan finom cseresznyét én sehol se ettem, mint ott. De többi gyümölcsfa is nagyon-nagyon finom volt. De a zöldségek, akkor a paradicsomok voltak, paprikák, minden szépen, hagyma, minden. És ő azt csinálta, reggel szépen fölkelt, részt vett a szendvicsén, reggelizett, és utána kiment. Öntözött, kapált, gyomlált, palántált, végezte a dolgát. Télbe bejött, ebédelt, többiekkel együtt. Hát akkoriban úgy volt a kolostorban, biza, nem beszélgettek. Valaki felolvasott Szent Ferenc életéből egy rövid részt, ebédeltek. Utána egy kicsit tejáztak, kávéztak, majd szépen kiment megint a kertbe, és este 6 óráig ott volt. De hányszor arra felé mentem, mindig volt nála valami finom, körte, valami finom szilva, olyasmi, amivel meg tudott ajándékozni. És mindig a maga egyszerűségében, mosolyogva, örömmel élte az életét. Én azt gondolom, minden további nélkül szenté lehetne őt avatni. De ott volt, drága jó, Rókus testvér. Nézsre kerültem, ő fogadott, és együtt laktunk ott vagy 3 évig. Számomra egy élő szent volt. Nem azért, mert nagyokat prédikált, nem mondott ő soha semmit. Ha valakiről valaki rosszat mondott, vagy kérdeztem házszenteléskor, hogy mi a véleménye erről vagy arról, hát akkor azt mondta, hát, stb. Ezzel azt akarta mondani, hogy nem akar mondani semmit. Jót nem tudott mondani, rosszat biztos nem mondott senkiről. Végtelen türelemmel, nyugodtsággal, most is előttem van mosolygó arca. De olyan nagy élmény volt számomra, hogy láttuk, hogy valami baj van vele. Aztán elvittük az orvoshoz. És kiderült, hogy olyan szűkület van a gyomránál, és nem megy le az étel. És amit úgy jelképesen megevett, azt is kiment és kihányt. Azt mondta az orvos, hogy ő látott auschwitzi foglyokról fényképet, de Rókus testvér azoknál is sokkal soványabb. Megműtötték, helyre jött, és kérdeztük, hogy hát Rókus testvér, mi nem mondtad, hogy baj van bent? Hát azt mondja, hogy nem arra tett fogadalmat, hogy palaszkodjon, hanem arra, hogy imádkozzon. És élt ugye még hosszú éveken keresztül. Ő hajnalba kelt, nyitotta a templomot, mindig rendbe tartotta. A nőket, ugye, akik az oltár díszítették, kedvesen fogadta, mert igazi ferences szerzetes. És ugye Romuál testvér, Ivó testvér, tudnánk sorolni tovább. Igen, én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy ott, ahova téged Isten állított, ott teljesítsed a kötelességedet. Szegény nagymamámra is gondolhatok, de gondolom, a ti nagyszüleitek közül is soknak ilyen gyönyörű arca van, ahogy megszült az öt gyereket, unokákat, mindig, mindenütt ott volt, mindig reggel ő kelt fel, ő este őt akargatott be, ő készítette a reggelit, vacsorát, és mindig ragyogott a ház, kert, stb. És öröm volt vele találkozni. Ez volt az ő élete. Igen. Én úgy gondolom, hogy nem kell keressük mi, hogy mit is csináljunk, hogy is csináljuk. A lelkünkre hallgatunk, és ott, ahol vagyunk, napról napra szépen teljesítsük a feladatunkat. Béke, öröm és fény lesz bennünk. És azt is látom, hogy az a nevelőnő itt nálunk, aki megtalálta, erre születtem, hogy nevelő legyek. Hogy ezekből a gyerekekből a lehető legjobbat, legszebbet kihozzam. Boldogok. Hiába csinálja ezt 25-30 éve, nyugodtak, terülsek. Igen. Hát jó Isten tőlem azt kéri, hogy ebédet főzzek, vacsorát készítsek, szeretettel megterítsem az asztalt a gyerekeknek. Ennél szebb feladat miért kellene nekem? Magam egyszerűségében.
teljesítem Isten akaratát. Adna az Isten tényleg megnyugodjon az emberiség. Ez a nagy kapkodás, szetetés, szereplés vált, feltűnési viszketegség. Valahogy az emberekbe, mint amikor úgy felzavarják a forrást, hogy szépen leülepedjen. És olyan tiszta legyen az a víz. Jó legyen abból meríteni. Igen, én hiszem, hogy van megoldás. Soha nem hittem egy olyan Istenbe, aki akár engem, akár téged, mint gyermek, akár mint bennünket itt dél-erdélyi magyarokat, vagy az emberiséget beviszi egy zsákutcába, és azt mondja, nincs tovább, na jól megszívtátok. Milyen Isten lenne az ilyen? Igen, lehet, hogy családod szétomlott, lehet, hogy mit tudom én, barátod becsapott. De biztos, hogy van tovább. És igazából nekünk ezt kell megkeressük. Drága jó Isten akaratát, és hogyha azt megtaláltuk, mint a vonat a síneken, menjünk ezerrel bátran előre. Hát én nem csak magam számára kérem ezt a jó Istentől, hanem számotokra is. Adja az Úr, hogy tényleg Isten akaratát teljesítve szeressétek az Urat. És akkor tapasztaljátok meg azt, hogy a mennyei Atya is szeret, hozzátok meg, és szívetekbe otthont vesz, lakást vesz, veletek együtt él. No, szép ajándék? Hát aki úgy gondolja, ez az ajándék neki is jól jönne, hopp, álljon fel.